A bogyiszói falunapon kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a számukra legvonzóbb programot. Az esemény szervezői törekedtek arra, hogy minden korosztálynak kikapcsolódási lehetőséget nyújtsanak. A kavalkádot most testvértelepülési találkozó is színesítette, négy delegáció is érkezett a háromnapos rendezvényre. Van egy délvidéken Törökfalu, aztán Slic Németországban, és kettő is van Erdélyben, Csík-Csicsó és Csernáton, az ők delegációik is itt vannak, és hát részt vesznek a programjainkon. Ügyességi vetélkedő, mérik össze ezek a települések és bogyiszlóiak a tudásukat. A testvértelepülésekkel a kapcsolat több évtizedre nyúlik vissza. A németországi kisvárossal, Sliccel a néptánc a közös pont, a délvidékiekkel a foci, a székelyföldiekkel pedig iskolai diákcsere programok kapcsán ápolják a jó viszonyt. Csernáton községből 80 képviseltették magukat a falunapon. Nem az a dolgunk, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem az, hogy embereket összehozzunk, és tényleg, hogy az ifjúságnak ezt a lehetőséget megszerezzük, megteremtsük, hogy oda-vissza ez egy élő kapcsolat legyen. A hétvégi rendezvényen bárki megtalálhatta a számára tetsző programot, a szervezők törekedtek a sokszínűségre. Motoros találkozó, habparti, birkafőzőverseny, gyerekkoncert, ügyességi versenyek és utcabár is várta az érdeklődőket.